Sziasztok srácok, ez itt újra a Kolesz Crew, és ebben a részben megmutatom nektek a legújabb pénzlift kaparó sorsegyet. Kettőt-kettőt vektünk Viktorral, ezt fogjuk lekaparni. Design szempontjából nekem nagyon emlékeztet a labirintus sorsegyre, nem tudom, hogy ti mennyire emlékeztek rá, de én emlékszem rá és hasonlít rá, de a játék az teljesen más. Nagyon szép neon világítós dizájnt kapunk 500 forintért, szerintem ez akkor, mint az ezüst sorsegy, tényleg kiváló, nagyon sokat fejlődött az előző, vagyis hogy nem, a szerencse malachoz képest nagyon sokat fejlődött, az arany, ja, pedig arany, bronz és ezüsthez képest pedig hozza azt a szintet szerintem. Ami nekem feltűnt, hogy kicsit arra appellál itt ez a kiírás, mint a külföldi sorsegyeken, csak ott ugye arról van szó, hogyha megtalálod ezt a szimbólumot, akkor mindent nyersz meg, ilyesmi. Úgyhogy szerintem kezd egy kicsit nyugatiasodni a szerencsejáték ZRT. A hátulján pedig azt láthatjuk, igen, a hátulján láthatjuk a nyereménytáblázatot, egy darab 25 milliós sorsai van, 10 darab 1 milliós, 25 darab 100 milliós, és így tovább, és így tovább. A nyerési esélyünk pedig 3,22 század. Elolvasom nektek itt a hátulját, addig... tehát az lényeg, hogy 6 darab játék lehetőségünk van, és nagyon fondulatosan van megfogalmazva, úgyhogy inkább nem olvasom el, de az a lényeg, a játék lényege előjáróban az lesz, hogy a start mezőtől elindulunk felfele, és nyilakat fogunk látni. De, hogyha felfele egy stop táblába ütközünk, akkor a nyeremény már nem lesz elérhető. De tényleg, ennyit tudok így most nem így mondani. Is, nem is kell többet mondani, értelemnyében. Választom egy kaparót magának. Választok egyet innen, és egyet onnan. Egyik barátunk, Szenes Bence már kapart szorságet, és nyert is, 800-at is, 500-at is. Legyen az, hogy... Persze pénzt nem vett ki belőle a végén, de annyi ezzel baj. Ezzel az 5 forintossal fogok kaparni, és mondok nektek egy kis játékot. Vegyétek elő a pénztárcátokat, és szórjátok magatok elé a fém pénzeket, és nézzétek meg, hogy melyik a legrégebbi, és írjátok le kommentbe, akinek a legrégebbi, az nyert. És meg beszívecskézzük a kommentjét. Adnak beszívecskézzük a kommentjét. Úgyhogy játékra fel, srácok. Na, és nem ér kamuzni, mert kinyomod. Ne hazudjatok, mert utálatok megyünk. Tehát. Elindulunk, tehát most egy standard... Arra kérlek, Szabolcs, hogy vigyázz, hiszen a nyilak és a stop tábla mellett közvetlenül ott vannak a betűk, ezt már kiderítettük. Így jó is lesz. Úgyhogy ennyi már elég is. Közvetlen... Oj. Csak a szimbólumokat fogom lekapni, és ez egy stop, itt vége. Ó, nem. Most tehát tényleg ez a játék rendje és módja, és annak... És annak módja öt darab szerint. Kocka van, 5 darab nyilat kell találnunk, hogy nyerjünk. Na. Áj, de kis... Nem fog küvölteni, ha nyerünk, akkor sem szabolcsod, ne haragudj. Rendben, amúgy is igényelték már a kedves nézőink, hogy kevesebbet kiabáljunk. De engem nem tántorít meg semmi, és vagy apa, senki. Apa. Az utolsó lehetőség, hogy pénzt nyerjünk. Elúszott. Szabolcs, sajnos az első Szabolcs, nem sikerült. Kapar le az egész felületet, kérlek, nézzük, hogy néz ki a játék, ez először is. Aztán azt is elárulhatnád nekünk, hogy annak ellenére, hogy te vagy az úttörés a sors egy kaparásba, hogy most szabályosan végezted el a feladatsort? Azért, mert ez a sors egy bemutatójáról szól, nem arról, hogy én milyen trükkösen és ügyesen szoktam kaparni. Ezért is nem nyertem egyébként vele, mert nem a saját zájú ízem szerint dolgoztam. Tudjátok, mi hiányzik nekem? Lehetett volna 5 darab játék, meg valami kis bónusz. Valami kis hát, nem tudom. Egy ilyen kis kalika mondjuk itt lent, itt a sarokba, és hogyha azt lekaparod, abban van egy nyíl, akkor nyertél, és stop tábla nem nyertél. Mondjuk. És lehetett volna az, ami külföldön már működik, hogy csak egy sorsért kapsz vissza, tehát nem kapjátok. Igen, az tök jó lenne, valamiért vissza. Szóval nyertél. Itt. Meg itt, ez basszus, nem egyébként nem, mert itt láthatjátok, hol hogy RT és I, nagyon jó fejen ide alulra rakták. Tették. Amit de, előbb láttam, ott nem ilyen de volt. De mindenhol ilyen ám, úgyhogy óvatosan itt a duhaj kaparással. És most pedig úgy fogom lekapargatni, ahogy nekem tetszik. Az öreg Szabolcs, és pontosan így indulok el. Fogjuk vissza a lovakat. Pontosan így indulok el, mindenhol összeszedünk egy-egy nyilat. A második sorban is meg tudja tartani Szabolcs a formáját. Hopp, itt már van. Nem. Egyébként én a játéktervezők
Hopsz. Ajaj. Nem is, mindegy, tehát a játék tervezéséből én de már csak stopot tennék, mert valaki azt hiszi, hogy csak egy stopja van, tehát van csomó, mert nem tud olvasni. És ők ezt nem fogják fel szerintem. Tehát ó, csak egy stopom van, azt megyek tovább, azt nyertem mennyit. 500 forint már az enyém. Ezt el is de nem így van. Ej, basszus, hát itt is megálltam. Itt még hasítunk tovább. Szintén zenész. Ez nagyon jó, az előzőhöz képest. Négy még játszik. Kiestünk már. Igen, mindegy. Mindegy. Még négy dologgal játszunk. Ajajajajajajaj. Oh nem. Kettő maradt. Kettő sor még. A lila. Nem. Oh nem. Nej, már egy jó focista. Sajnos nekem ez nem jött össze, és tudom, hogy miért. Mert azt mondtam, hogy a második érmét már nem ezzel fogom. Vagyis a második sorsában nem ezzel az érmével kaparom, úgyhogy nekem ennyi volt a pénzlift, és a saját benyomásaimat elmondanám, hogy végre egy jó sorsjegy. Ezt erre azt mondom, hogy elkölteném a minimál béremet. Nem egyébként több pénzt kapok, úgyhogy erre akár több mindent, több pénzt is elköltenék, mint az eddigi sorsjegyekre. Mondjuk az arany, bronz, tehát az hozza azt a szintet, ezzel jó játszani, ez egy jó szórakozást biztosít számomra. 500 forint tök jól be van árazva, úgyhogy engem hallhattatok, úgyhogy most jöjjön Viktor, és hallgassuk meg őt. Hello, nám is van kettő darab pénzlift. Ne haragudjatok, hogy most nem üvöltözök és nem vagyok olyan energiadús, de sajnos nagyon komoly mandula problémáim voltak az utóbbi napokban. De ha új sorsjegy van Magyarországon, akkor nincsen az isnagyok Valeszkrú, már aznap ne forgassa le a videóján. Ezt a videót szombaton, március 30-án láthatjátok 2 óra környékén. Nálam is van kettő pénzlift, dizájnra nekem is tetszik, én szeretem az ilyen sötétebb sorsjegyeket, nem vagyok oda. Ezekért a szürkébb darabokért, meg a szarabokért sem, úgyhogy jó, nézzük meg, én is nagyon szeretnék nyerni. Én tudom is, hogy nyerni fogok valamelyikkel, mert a lotozósnő megmondta. Akkor most az összes top, én a stoppokra megyek, jó? Meg akarom keresni az összes stoppot. Biztos? Jó, figyelj. Én a felső sort lekaparom. Jó, tudtam, hogy nem az lesz. De látod? Tehát azt már ki kellettem végig stoppolni. A felső sor alapján van 3 darab esélyünk még, ugye? Négy esélyem is van. Az első sor az tudja, hogy nyíl mindenhol, az nem is érdekes. De ezt meg amúgy is, ezt csak így ki is húzom, ez nem érdekes. Ez se érdekes. Nagyon videóban tökéletesen minket. Láthatjuk, hogy Viktor kihúzta. Hát tesó, én kihúzom mindig. Isten, senki csak a gyereket. Nézzük a középsőket. Én állítom, hogy a középsőkben lesz stop. De csak az egyikben én biztosan állíthatom. Jó, ez azt jelenti, hogy most akkor őt is ki lehet húzni. Viszont maradt az 1-es, a 4-es, meg a 6-os játék, ugye? Uh-huh. Ez az 5-ös szekció, ami nagyon beteg szekció, tehát igen, ott valószínű stopptáblák vannak. Nincs stopptábla. Ujjaj. Itt van, váltuk is. Itt sincs stopptábla. Kettő kaparással a nyereménytől. A te sorsegyeit hol vannak, Szabi? A kukában. És a második sor, emlékszel, volt bárhol is stopptábla? Volt, bizony. A kettes sorba. Volt, bizony. Hát de nem nálam, te sókám, nem nálam. Ez már nem is egy stopptábla. A picsába. Hoppá. Ez egy delfin. Az nem stop, az látod, az nem stop. Én nem látom. Az nem stop, az egy nyíl, látod? Akkor kapard le. Hát ezzel én sem nyertem már megint. De látod, ez mekkora baromság ide tenni a betűt? Ezt mondom. Elem. Jó, eddig 3-0, oké, hogy szép a sors, oké, hogy tetszik, de azért azt, hogy ne nyerjünk egyikkel se a bemutató videóban. Az nagyon... A statisztika azt mondja, hogy ezzel már nyernünk kell. Nagyon férfiatlan dolog lenne. Kezdjük az alap dolgokkal, nem? Első sor nyíl. Nem is kérdés. Ez, hogyha bárki küld nekem egy olyan képet, ahol az első sor nem nyíl, megeszem a kalapomat. Kíváncsiak egyébként hányan hangoztatták el a kaparás közben, és top soros. Lájkoljátok a videót, ha szerintetek már volt. Jó, ezt meghagyjuk a végére. Ugye? Tök izgalmas sorsjegy. Tudom, hogy miért van, srácok, az, hogy utána is nyilak vannak. Azért, mert így izgalmas a sorsjegy. Ez Gatyaovics. Gatya Ovex. Tampax. Oppá! Három játék, gyerekek, három. Tobi, belekaporok a kicsit az ajtókba.
Mert tudjuk, hogy melyik azok a játékok, amik játszanak. Hát viszont ilyen formán, ilyen formában meg elveszik egy kicsit. Jó, hát Gatyovics. Jó, Gatyovics. Gatyovics, Benkovics. Na gyerekek, ne vicceljünk már, figyelj. 1, 2, 3, 4. Csak nincs 4 stop egy sorban. Hát itt is 2 stop van egy sorban. Úgyhogy nézzük, kezdjük a 4-es játékkal, szimpi. Nem jó. 5-ös, mellette csak nincs még egy. Figyelj. Jó, én bízok benne. Itt nem lesz 3 stop egy sorban. Mondtam én! Ott is hello. Van! Solid rázogatás. Boom! És nézd meg, itt is nyertünk-e? Jó, itt nem. Az első játék kapálgó. Nézzük meg a többit. Mit szólnál a többi nyereményt kapom? Nem akarom. Köszönöm, az én sorsodom, uram. Eldöntöm majd én. Na nézzük. Kicsi. Jó, hát 500. A pénzt visszanyertük. Nézzük meg a betűjelést. Erre játszottunk végig. Végig azt akartuk, hogy elbetűjük. 1000, tehát ez 500 forint. 500 pezeta, jó van, adom én. Adom én. Jó, 1-1-1-1, de jó, a 4 betűs kód, 1-1-1-1-1. Ez a legeslegelső sors, amit kinyomtattak szerintem. 4 sors egyből 1-el nyerni, végülis ez a matematika. Így van. Visszanyerni az árát, végülis erre van a legnagyobb esélyünk. Úgyhogy panaszkodni ilyen szempontból nem tudunk. Remélem, hogy amikor megcsináljuk a 6000-es szériát és a hasonlókat párbeözgatunk vele meg ilyenek, akkor nagyobb sikert fog aratni a pénzni is nálunk. Hallottam már, miket nyertek, láttam Instagramon, amiket küldetek, hogy miket nyertetek. Sajnos nekünk nem jutott ki a jóból, most csak egy kicsi. Csak egy kis mézes madzagnak a legvégét kaphattuk be a nyelvünkkel, szoktatjuk le róla a mézt. És hogy tetszett? És több volt benne a madzag, mint a méz. Nem volt olyan finom, viszont a sors egy tetszik, szerencsejáték zérté ügyesek vagytok. Csak így tovább, lessétek a videóinkat és tanuljatok, ahogy kell. Nem tudom legközel melyik videóval fogunk jelentkezni, de hogyha nektek tetszett a pénzlift, akkor írjátok meg kommentbe, hogyha nem tetszett, akkor azt írjátok meg a véleményetekre, vagyok kíváncsi, hogy mennyit nyertetek. Érdekel, hogy nálatok nagyobb siker volt-e, mint nálunk. Illetve azt is írjátok meg, hogy hol vettétek, mert ott nem mindegy, hogy postából vagy lottózóban vettétek. Nem tudom, tudjátok, de van Instagram oldalam nekem, Szabinak és a Koleszkónak is mind a 3-at érdemes bekövetni. Továbbá csomagot is tudtok küldeni a lent a leírásban található címre. Úgyhogy légy szíves, nézzétek tovább a videóinkat, lájkoljatok minket, iratkozzatok fel, találkozunk legközelebb. Csööö!